Szentféle borászatnak a káptalani PC-nél köszöntöm Önöket. Minden bizonnyal Önök lesznek itt az utolsók, akiket itt fogadunk. És akkor most még mielőtt tovább mennék egy gondolattal, szeretném azért azt mondani, hogy Lacival beszéltük már azt, hogy az új helyet is a következő túra is, az nem tudom, hogy mikor lesz. Tavasz. Hát a Szegedi Fesztivál után már addigra összeáll teljes egészében a kép, az új és ettől lényegesen kisebb PC-kkel el fog készülni. És hát ott nyilván megint csak egy kicsit korszerűbb és modernebb különbözőt, akkor ott szívesen látjuk el. Ott majd vacsora is lesz, akiben... És hát most is készültünk, tehát... most csak készülünk! És kocsolunk! Most sem, így gyomorra megy a kor. De akkor egy kicsit komplexebb. Tehát magunkról néhány gondolatot, aztán lemegyünk majd a PC-be. Itt fönt most jobb az idő, azért mondom, hogy hát ugye Üres-Tóval 20 éve dolgozunk itt, és családi alapon. Hugommal, édesapámmal, édesanyámmal, hol párjainkkal, hol önélkülük. És hát lassan-lassan épül a pincészetünk, így kezdtük el az idején, néhány hektár szelővel. A mai napon kb. 70 hektár szelőt művelünk, van mellette kiegészítőleg gyümölcsös is, ennek az egyik terméket azt szeretném, hogy megkóstolnák, tehát nem csak szigorúan ugye a szőlő és a bor és a... Rostos üdítőre. Igen. Rostos üdítőre, így van. Mindenképpen. Igen. Tehát... ugye alapvetően szőlőtermesztéssel, borkészítéssel foglalkozunk, a melléküzemágy az a gyümölcs. Az is azért van. Erről a pincéről annyit érdemes egy rövid előjáróban, hogy hát nyilván egy régi épület, egy körülbelül egy 100-110 éves épületről van szó. És ugye itt többen is itt vagyunk, és hát azért is gondoltuk, hogy elmegyünk innen, mert a pince az érdekek azok nem ugyanazok, és akkor így alakult az életünk. De maga a pincé épület az egy nagyon szép épület, lehetne még szebb is. És gyakorlatilag a teljes épület alatt egy ászoktér van, ászokpince, amit ugye ugyanúgy építettek, még a káptalani, tehát az érseki, kalocsai érsekség építette. 1897-ben indították el, akkor készültek az első tervek, és 1903-5 környékére készült el az épület is, ugye a pince is. Ugye majd látni fogják, hogy föl van újítva valamelyest a boltíves, és gyakorlatilag a pincéknek ez a szépsége, a boltívesség. Nyilván a fahordók, az is van benne, látni fognak azért az elején olyan tartályokat, amik nem egészen, ez a szocialista volt, szocialista rendszernek a maradványai. Én úgy gondolom, hogy ez a pince, és ekkora pince az nem valószínű, hogy a közeljövőben ez szükségeltetik itt a környéken. Elég sok szőlőt kivágnak, kevés települ, és úgy gondolom, hogy átrendeződik, és nem lesz ekkora pincére egyébként sem szükség. Mi is kisebb volumenben és más rendszerben gondolkodunk, meg gondolkodunk is, és nem ebben az óriási volumenben, amit itt a pince is mondjuk feltételez. Nagyon érdekes volt annak idején, amikor ezt eltervezték, ezt a pincét, akkor csak fehér szőlőre építették a borászatot. Hogy mit tettek vele konkrétan, mert több mint 3000 hektoliteres, egy 1920-as anyag van, több mint 3000 hektoliter volt lent a pincében, és ugye volt 1000 jó kövidinka erdei, ami a Bakatornak az egyik elnevezése, kinyomoztuk, szlanka, piroszlanka volt, vagy flanka menka, tehát most egyetlen az is egy viszonylag nagy genetikai gyűjtőnévnek fogható föl, volt muskotár és volt rizling. Hát ezek a fehér szőlők voltak alapvetően, se kadarka nem volt, nem beszélve más olyan régebbi olyan vörös fajtákról, amik mondjuk a délvidéken vannak. Tehát semmi az égvilágon nem volt. És gyakorlatilag ez ugye kiveszett, aztán ezt szeretnénk majd újraéleszteni. És akkor ebből azért kóstolnánk lent is. És ugye a metodikája a kóstolásnak ugye az lenne, hogy lent kóstolnánk 3-4 féle bort. És bemelegítünk, kóstolunk 3-4 féle bort. És utána följövünk egy kicsit melegebb helyiségbe, lent azért nagyon hűvös van. Hát ugye a pince helyiség az elég jól átszellőzött és azért hideg volt. Nem beszélve arról, hogy a nagyobb
a hátsó részét azt nem szigetelték olyan mértékig le, aztán na, lement 4-5 fokra a jövés. De egy szemlét, néhány bornak a kóstolását azt megéri, és utána pedig fölmegyünk. Jó, akkor direkt így beszéltünk meg a lányok kedvéért, hogy mi a Lacival bírnánk, mert szerintem itt a veretesebb férfiakkal, de aztán direkt így beszéltünk meg Zoli, hogy itt följövünk, és majd itt a kicsit hajtosabb. Így van, de nem kóstolom fehéret, rozét,